Bács-Kiskun vármegye az ország legnagyobb alapterületű vármegyéje. Hogyha felidézzük a térképet, vagy éppen vadidőnk és rápillantunk, akkor azt látjuk, hogy ez a Duna-Tisza köze, a Kiskunság. És mivel ezt a kisfilmet 2023-ban készítjük, ezért ez Petőfi Sándor születésének 200. éve, ezért muszáj elmondanom azt, hogy ez a föld, ez Petőfi Sándor szülőföldje, az Alföld. Szerb-magyar határszakasszal, viszonylag alacsony népsűrűséggel, progresszív iparral, virágzó szőlő és egyre inkább elismert borkultúrával. Ezeket a földrajzi adottságokat azért mondtam el, mert kihatnak a bűnözési térképre és a bűnözési szerkezetre. Miként? A szerb-magyar határszakasz az magával vonzza azt a migrációt, amivel Bács-Kiskun vármegye ezekben a percekben is szembenéz. Ez a valós helyzet és a valós tény. És ebből ered az a bűncselekmény típus, az embercsempészés, ami szintén áthatja az egész vármegye szerkezetét és működését. Nem csak a határmenti járásokban, Baján és Kiskunhalas térségében, hanem az úgynevezett mélységi ellenőrzések folytán az egész vármegyében. Kiskunfélegyházától, Kalocsán, Kiskörösön át, Kecskemétén, sőt egészen Kunszent Miklósig. Ez az egyik jellemző bűncselekmény típus. Bács-Kiskun vármegyére különösen meghatározó a költségvetési csalások terjedelme, volumene és nagy száma. Ez elsősorban a NAV Délalföldi Bűnügyi Igazgatósága kiváló munkájának köszönhető. Bács-Kiskun vármegyében az ügyészség 8 szervezeti egységgel van jelen, főügyészséggel és 7 járási ügyészséggel. És az az ügyérkezés, ami az elmúlt évünket jellemezte, az szám szerint 68 ezer ügy volt. Ez azt jelenti, hogy ennyi ügy került a bűnügyeket szignáló és az ügyeket szignáló kollégáim asztalára. Azoknak az ügyeknek az aránya, amelyek az érdemi ügyész intézkedésre megérkeznek hozzánk, egészen a döntés meghozataláig 30 napon belül történik, az ügyek 93%-ában. Az országos arány itt 75%, hogy elég sebesen dolgozunk. A klasszikus vádemeléssel zárult ügyeink aránya az 22%. A többi ügy az a törvény adta lehetőségekkel élve a büntetőeljárás gyorsító megoldásokkal zárul. És ebben természetesen kreativitás kell a kollégák részéről, hogy kellő időben felismerjék, ügyre fókuszálva és sohasem sematikusan gondolkodva azt, hogy mely ügyben milyen megoldásokkal lehet lezárni a folyamatot, és tulajdonképpen már a nyomozást is ebbe az irányba próbáljuk terelni és alakítani. Ebben a vármegyében 4 büntetésvégrehajtási intézet működik, közülük, hogy így fogalmazzak, 3,5 országos büntetésvégrehajtási intézet. Ezek a büntetésvégrehajtási intézetek 6 objektummal vannak jelen a vármegye területén. Ez közel 2600 fogvatartottat jelent. Kollégáink, akik ebben a vármegyében osztály keretében belül működnek, törvényességi vizsgálatokkal, fogvatartotti meghallgatásokkal látják el a feladataikat. Az embercsempészés miatt indult bűnügyek száma rohamosan nőtt, és ez most már ebben a vármegyében konstans ügyteher, amit kezelünk. A bűnügyeket kétfajta megoldással, egyrészt a büntetőeljárás gyorsító és a költségeket kímélő bíróság elé állításokkal, másrészt pedig, hogyha a bűnszervezet, mert ugye minden embercsempészés mögött ott rejlik a bűnszervezet, és az alapvető büntetőjogi érdek az, hogy ezeket a bűnszervezeteket számoljuk fel. Ha arra van esély, hogy a bűnszervezet felderítése és bizonyítása eredményes lesz, akkor akár a nemzetközi együttműködésig, tehát a közös nyomozócsoportig elmegyünk ezeknek az ügyeknek a feltárásához. És erre az elmúlt évben is volt példa, Hollandiával, Csehországgal, Szlovákiával közös nyomozócsoportok keretében eredményeket értünk el. Az embercsempészés harmadik stációja, amikor már az embercsempészekből nem vádlottak, hanem elítéltek lesznek, és ők ugye a BV intézetekben, a büntetésvégrehajtási intézetekben töltik a büntetésüket, amely a fogvatartotti létszámot jelentősen megnövelte, és az mi kollégáink munkáját is jelentősen megnövelte. Tehát így az embercsempészés áthatja az ügyészi munka minden szegmensét Bács-Kiskun vármegyében. A vezetői hitvallás két szó. Koordináció és inspiráció. Vallom azt, hogy az ügyészi szervezet hierarchiájában lévő erőt remekül ki lehet használni. Pontosan a csapatmunka elősegítése érdekében. Nézzünk szembe együtt a helyzetekkel, gondoljuk ki együtt a megoldást. És ennek különböző eszközei vannak. A referálások, konzultációk, a többszintű revízió, hogy az a munka, ami aztán kikerül a mi irodánkból és a mi épületünkből,
az legyen szinte tökéletes.